A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A rendszeresen autóbusszal közlekedők ne bosszankodjanak, ha mától nem akkor jön a busz, amikor megszokták. Ugyanis, mint minden évben ilyenkor, érvénybe lépett a pécsi tömegközlekedési RT-nél a nyári menetrend. Az új menetrendre való átállást elsősorban a diákok vakációja indokolja, de az utasforgalom érezhetően megcsappan a nyári szabadságolások miatt is. Ebben az időszakban jelentősen csökken a cég által eladott bérletek száma, vagyis az utazások száma is jelentősen csökken. Ennek megfelelően a 59 helyi autóbuszvonalból mintegy 18 vonalon változik a menetrend. Elsősorban azokon a járatokon van új menetrend, amelyek gyakran közlekednek, és főként csúcsforgalmi időszakot érintenek a változások. Ez azt jelenti, hogy egyes járatok, mint például az 1-es, a 2-es, a 6-os vagy a 7-es követési ideje 3-5 perccel növekszik meg. Az érintettek, az utasok vegyesen értékelik, hogy esetleg pár perccel tovább kell várniuk a busz megállóban. Sok diák elmegy szerintem, elbírja a város, de el lehet nyugodtan. Lehet egy kicsit ritkítani. Egyáltalán nem tartom indokoltnak, miért ritkítják? Hát a jó a diákok miatt biztos, hogy talán az miatt, de szerintem nem kellene, hogy ritkítsák. Szerintem indokolt, mivel kevesebb iskolás használja a járatokat, érződik is, sokkal kevesebben vannak a buszokon. A pécsi tömegközlekedési RT nyári menetrendjét a tanítás kezdetével szeptemberben váltja majd fel a megszokott rendszer. Az utasok a bérletpénztárakban juthatnak hozzá a nyári közlekedésről szóló tájékoztatóhoz, és természetesen az érintett járatok buszmegállóiban is kifüggeszti a társaság a megváltozott menetrendet. A hétvégén az utolsó évzárókkal befejeződött a 98-99-es tanév, és kezdetét vette a vakáció. A tanévzáró ünnepélyek minden esetben a visszaemlékezés pillanatai is. 29. tanévét zárta a pécsi testnevelési általános és sportiskola és alternatív középiskola 800 diákja. Az eredményes tanévet most a pihenés követi, hogy aztán újult erővel foghassanak hozzá a diákok a szeptemberi iskola kezdésnek. A szünet az mindig csak egy kis állomás abban a folyamatban, amit elkezdenek 6 éves korba, és igazából sosincs vége. Ez a tanulás nagyon fontos, szükség van egy-egy kikapcsolódásra, pihenésre, de biztosan alkalmat ad a nyár arra is, hogy kulturálódással, művelődéssel töltsék el az idejüket, ami szintén része a tanulásnak, azt gondolom. A vakáció alatt is sokan készülnek majd, hiszen aki tovább tanul, annak idejében meg kell kezdenie a felkészülést az eredményes felvételi vizsgák érdekében. Mit fogsz csinálni a nyáron? Hát a barátaimmal megyek nyaralni, meg a szüleimmel is valószínű. Nyelvvizsgára fogok készülni, és valószínű, hogy ilyen külön történelmi órára fogok járni a felvételi miatt. A tanévzáró ünnepélyen versek, kórusművek is elhangzottak, és természetesen a legeredményesebb tanulókat ezúttal is oklevelekkel, serlegekkel jutalmazták az iskola vezetői. Rendhagyó módon zárták a tanévet a Lővei Klára gimnázium második alsai. A diákok és magyar szakos osztályfőnökük Zalai Szabolcs arra vállalkoztak, hogy egy teljes napon át 24 órán keresztül megszakítás nélkül tartanak magyar órát, hogy azt majd bejegyeztessék a Guinness rekordok könyvébe. Felvételeink az utolsó pillanatokat csípték el szombat reggel. Az óra folyamatosságát a Guinness kiadó ellenőre is felügyelték, illetve a 24 óráról készült videófelvétel is bizonyítja a tényt a rekord kísérlet elbírálásánál. A megállapodás szerint a magyar órán folyamatosan beszélnie kellett valakinek. Három költő, Vörös Marti, Petőfi és Arany János életét, munkásságát dolgozták fel a résztvevők. Közben írtak dolgozatot, fiktív pályázatot és kis előadásokat is tartottak, de tét nélkül, hiszen a bizonyítványukban nem kapnak osztályzatot ezért a teljesítményért, de a Guinness rekordok könyvében jegyezhetik majd nevüket. Bár apró fegyelmezetlenségek adottak, mindenki becsülettel végigülte a 24 órát. Nekem nagyon tetszett, meg örülök, nekem meg is megcsináltuk. Fárasztó volt egy kicsit, de ez azért is volt érdekes, mert nem volt, mondani, tettem, hogy nem volt így beszorítva egy két csöngetés közé tényleg a tananyag, és nem az volt, hogy akkor vettünk évszámokat, nem volt olyan unalmas, hanem de kötöttem, hogy elbeszélgettünk egyedműről, hogy gondolkodtunk így nagyon mértékben, és nekem ez nagyon tetszett. Összességében jó volt, viszont néhol elég fárasztó, főleg a hajnali órákban korán. De amikor az ember átesett a talpon, onnan már sokkal élvezetesebb volt.
A rekordkísérlet bizonyításához szolgáló videókazettákat Londonban vizsgálják meg a Guinness központban. És hogyha pár hét múlva megérkező értesítés megerősíti a rekord felállítását, a diákok és tanárok életük végéig büszkén viselhetik a Guinness rekorder nevet. Érdemes csinálni. Az, hogy egy megerősítés, hogy ezt megcsináltuk. Jó mulatság, férfi munka volt. A Pipacs utcában embertelen körülmények között élnek emberek. A házak romosak, az utakat ellepik a kóborkutyák, patkányok és szemét gaz mindenhol. Segítségért az önkormányzathoz fordulnának, ezért hívták össze a hétvégén a lakossági fórumot. A Pipacs utcai Ketanipa Egyesület ez év februárjában alakult azzal a céllal, hogy javítson az ott élő romák életkörülményein. Azért települtünk be például ide az egyik, mondanám azt, hogy roma telepre, mert itt a többség végül is roma származású lakos. És lépcsőzetesen szeretnénk más roma telepekre is eljutni. Az összes többi roma civil szervezettel, cigány kisebbségi önkormányzattal és nem cigányokkal összefogva az önkormányzati képviselőkkel, mint ahogy ez megtörténik. Ezért is lett a nevünk az, hogy Ketanipa, ami lovári nyelven azt jelenti, hogy összefogás. A lakossági fórumon jelen volt Sík László, a terület önkormányzati képviselője, és Labodáné Lakatos Szilvia, a roma kisebbségi önkormányzat képviselője is. A három napi rendi pont így a játszótér építése, a kutyatartás és a hulladékgyűjtés szállítás kérdéseiben a jelenlévők elmondták észrevételeiket, de az utcai beszélgetésekből kiderült, ennél komolyabb problémák is vannak. Éjszaka nem jön be egy ügyeletes orvos, egy mentő nem gyűn be, egy taxi nem gyűn be, ne beszéljetek ti. Egy taxi nem gyűn be, meghallják, hogy a cigántelep, már be se gyűnek. Egy a sok rengeteg kutya, ami itt van. A nagy vízesések, a kövek. Miért dőlt le a szomszéd háza? Hát a talajvízti. Ugyanígy az enyém is ledűlt volna a napokban, még egy eső lett volna, ha nem gyűjtek volna, a szomszédok is csinálták volna meg. Szemét van, az utak sárosak, vizesek nagyon mindig. A gyerekek elindulnak iskolába, tisztán indulnak el, amire odaérnek az iskolába, már koszossak, sárosak. Itt nincsen lefolyó, a víz hova folyjon el? Itten nincsenek árkok, a vizek, ahova el tudnak folyni. A terület lakóinak problémáiról Sík László képviselő a Közlekedési és Kommunális Bizottság keddi ülésén tájékoztatja az illetékeseket. A játszótér hiánya szerencsére egyre kevesebb helyen okoz Pécset, gondot és környékén. A hétvégén Pécsújhegyen adtak át egy újabb pöttyös játszóteret. Az új játszóteret, a pöttyöst a régi, előregedett helyére építették fel. Pécsújhegyen egy régi játszótérnek a felújítását jelenti, egy újfajta pöttyös játszótérre történő átalakításra. Valójában kiszélesítése, tágítása a játéktérnek, és nagyobb a befogadó képessége. Mi lehetne szebb bizonyíték egy játszótér jó helyre kerülésének, mint az, hogy a gyerekek még az avatási ceremónia előtt birtokba vették a játékokat? Tetszik, mert van benne ilyen csúszda, meg amin lehet lógaszkodni. Szerintem jobb, mint a régi, mert több játék van, meg érdekesebbek. Neked hogy tetszik az új játszótér? Nekem is tetszik. Ez nagyon tetszik, szebb volt, mint a mi más, amit volt a másik. Melyik játék tetszik a legjobban? Ez. A Szibirobi Mazsorett Együttes és a Gyárvárosi Gyermek és Ifjúsági Zenekar közös fellépése után a szalag átvágásával hivatalosan is átadták a játszóteret jogos felhasználóiknak. Az avató gyermekpesgő viszont sehogy sem akart összetörni a hintán, de azért valahogy mégis elfogyott. A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk a hírórát, maradjanak velünk. Északnyugat felül egy szokatlanul aktív, nagy csapadékot, erős lehűlést okozó hideg front érkezik.
Emiatt napközben nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen várható eső. A csúcs hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.